Szevaszt, akik én szoktam nézni a videóidat, van egy 300 millás kégli, meg kéne pattintani, te ilyen profi gyereknek tűnsz. Tudom, emlékszem, egy éve is említetted, akkor is mondtam neked, hogy az, az ingatlan ez körülbelül 200 millió forintot ér. Ne szórakozzál már, tud ez 300 -at. Ide figyelj, azért nem kötök veled megbízást, hogy legyen még egy eladhatatlan ingatlan a piacon. Egy ingatlannak a vételárát lehet befolyásolni sok mindennel, például homestaginggel, profi marketinggel, ártárgyalással vagy felújítással, de 100 millió forintot nem fogunk tudni áthidalni. Hát de te profi vagy, de biztos meg tudod oldani a kocsba, Oké, okay, én meg nem vallom el, mert nem fogok tudni csodát tenni. Hát akkor most mit csinálja? Találj ki valami mást az a Helyett, vagy fogadd el azt, amit a piac ad. Hogyha rám bízod, akkor annyit tudok neked ígérni, hogy a lehető legmagasabb árat fogom neked hozni, amit a jelen piacon lehetséges.